Szóval itt nem egyszerűen történetmesélésről van szó, hanem arról, hogy én már egy filmet meg szerettem volna csinálni, mert tartozásom van, mint filmesnek, azok iránt, az emberek iránt, akiktől ez alatt a fél év alatt, tehát 44 kora őszétől 45 januárjáig egész életemre szóló, hogy mondjam, csak optimizmusomat, amelyik még ma is egy picit megvan, nyertem. Azért vártalak itt titeket, mert a Lövölde tér héten kívül, ahova bemegyünk majd, és ami a egyik főszereplője ennek a történetnek, amiről beszélgetünk, ez a része a térnek is az életem nagyon fontos állomása. 13 évvel azután, hogy mindaz történt, ami benne abban a házban történt, itt forgattam a Vasvirág első jelenetét. Itt, ahol én ülök, itt ült a Zavar Pista, mellette a Petes Sanyi bácsi. Lúg követ ivott és meghalt. Így jár, aki követ iszik. Úgyhogy most ajánlom, hogy menjünk be a Lövölde tér hétbe, jó? Igen, ha jól gondolom, akkor ez az a ház, ahol utoljára 48 éve voltam, de legelőször 50 éve, 44 karácsonyán, ahol a karácsonyt ünnepeltünk ott fönn a harmadik emeleten, ha jól emlékszem, és a Nusi, akivel átjöttünk karácsonyt ünnepelni, később a háború után itt lakott valahol az első vagy második, de úgy emlékszem, hogy az első emeleten, de ezt is majd megkérdezzük. Szervusz! Itt most mint házmester nével is beszélek önnel? Hát igen. Igen. Igaz, hogy a férjem a házmester. Na most egy furcsa kérdésem volna. Én itt 50 éve voltam utoljára, mert
itt voltam, és itt voltam 44 karácsonyon. Most itt nem látok lakók népsorát, itt önöknek megvannak a régebbi lakók népsorát, mert itt lakott 45, 46, 47, de biztosan még évekig Hegyedűsné. Meg tudom nézni egy pillanat. Jó. De akkor eldobom a cigarettámat. A konyhába lehet. Lehet, igen. Szevasz! 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 Leülünk, jó. Hegedűsné. Ez mikori? Azt mondja, hogy 77. De régebbi nekem, mert ő ide költözött 45 után. Nos, Annának hívja, nem tudom a lányka nevét. Tehát itt, hát már a Hegedűsné. De ezeket nem tudom. Hát az aljkori neve is volt alak. Nincs akkor népsor mostani ott kívül. Az első vagy a másodikon, de ezt nem tudom, hogy... Tessék fölmenni a második pillanatban. Csókolom, ne tessék haragudni a zavarásért. Én itten majdnem 50 éve voltam, egy karácsonykor 44-ben, és valaki lakott ott abban a sarokban, vagy a másodikon, nem tudom, Hegedűsné. Pincérnő volt. Hát Hegedűsné az szerintem már régen meghalt. De itt lakott? Itt lakott, igen, ott hátul a Szücsinének a helyén lakott. Szücsinének a helyén. Akivel az előbb beszéltünk, igen, a Szücsinének a helyén lakott. Itt volt valahol, igen, mert igen, akkor végre valamire jól emlékszem. Igen, igen, igen. És nem tetszik tudni, mikor halt meg? Nem tudom, elköltözött innen, elcserélte a lakást, elköltözött. Uh-huh. És... De körülbelül mikor ezt? Hát legalább 30 év vagy elköltözött. Mm-hmm. 44. március 19-én jöttek be a németek, és minket néhány nap múlva behívtak segédtűzoltónak, amire már ki voltam képezve, ilyen másod csővezető volt a rangom, és itt a Rimamurányi pincébe kellett bejönni minden este, és amikor régi riadó volt, akkor különösen ide kellett sietni, és egy hét után, mikor már itt voltunk, akkor ide áthoztak minket az akkori Országház kávéházba, ami most, ha jól tudom, házasságkötő terem. De most látom, hogy meg is nyílt benne egy új kávéház. Hát itt volt a Országház kávéház. Ide jöttünk az akkori Országház kávéházba, át a főcsővezetőnkkel, aki már a garázsban, amikor voltunk, elmagyarázta, hogy miért járnak mindig szép nők csúnya férfiakkal és csúnya nők szép férfiakkal. Azt mondta azért, mert hogyha egy szép férfi egy szép nővel megy az utcán, akkor mindenki tudja, hogy viszonyuk van, hogy finoman fejezzem ki magam, ő nem így mondta. De ha egy csúnya megy egy széppel, akkor erre senki se gondol. Ez volt szexuális fölvilágosítom a magyar tűzoltóság által. Most itt ezen a helyen, ahol most vagyunk, itt volt az egyik kártyaszoba, a másik kártyaszoba fönn volt az emeleten. És itt folyt a felszolgálás, és itt ismertem meg Nusit, aki itt járt körül, ő úgynevezett kenyeres lány volt, azt valószínűleg nem tudjátok már, hogy micsoda. Az egy pincérnő, aki egy ilyen nagy tálcán járt körbe, kenyérrel, tortával, és azt árulta közben. Egyszer, amikor itt voltunk kora este, én ide kiálltam az ajtóba,
valahol itt lehetett akkor is, és így néztem kifelé, és hogy ő meglátott akkor engem, és elhatározta, hogy ő megszerez engem magának. Erre én is reagáltam, és egyik éjszaka, amikor itt bejöttünk, és riadó volt, akkor azt hiszem éjjel 11 és 12 között volt, akkor már néha beszélgettünk egymással, és a riadó lefolyása után nem mentem haza, hanem volt egy ilyen kék selyemsálam, és azzal letakartam a sárga csillagot, és haza kísértem egészen a Vilmos császár útig, ott a Vilmos császár, csak Kálmán utca sarkán csókoltam meg először letakart csillaggal, majd hazamentem, mert szegény anyukám biztos nagyon félt, úgyhogy siettem haza. Gyerünk, Tamás, gyerünk! Tudom, hogy mitől lesz az ember gazdag, hogy még ezt is elvettek. Ezért is adnak valamit. Így van. Az osztálynak három kiemelkedő gyereke volt, a Gergely Pista, a Herskó meg a Mellás Karcsi. 44-ben nem együtt voltunk, mert ő talán etapokba hívtak be minket, én az elsőbe estem a május 18-iba, aztán ez tartott május 18-25, június 4-én a minnyájunkat behívtak. Úgyhogy akkor elváltunk. Azt hiszem, a János lehet, hogy rossz, hogy felső hangonyba vonult be. Ezek a dolgok mind meghatározóak voltak, mert ugye akik Jászberénybe vonultak be, azokból alig maradt meg valaki, a hangonyiak jobban jártak. Hát ezekre már nem igen emlékszem, csak tudom, hogy ez egy minősítő csoport volt, hogy itt hova hívtak be. Jó napokat kívánok! Tessék mondani, itt a háború alatt valahol volt egy ilyen laktanya. Csak nem itt tetszett lenni hangodon. Dehogy? Valamikor? Igen, 44-ben. Én ízére emlékszek Gábor Miklósra. Nem maga az? Nem, én az nem vagyok, de jó, de szokott nálam szerepelni filmben. Szerelt már maga kereket. Na csak azért mondom, mert elfelejtette kilazítani a csavarokat. Adjon már legalább egy cigarettát, jó? Na jó. Ez a régi laktanya különben. Igen. Csak, de ezt is felépítették azóta, mióta én itt voltam 50 év után. Az az épület is hozzátartozott, nem? A laktanyához. Valamikor itt volt három ilyen egyforma épület. Emlékszik rá pontosan. Most nem tetszik megharagudni, ha kérdezem, mert mind zsidók voltak itt a sorban. Igen, munkaszolgálatosok. Arra gondoltam. Na most ennek a laktanyának volt egy parancsnoka, egy százados, aki tartott libákat. Volt neki 7 kapitóliumi libája, amelyre egy Tojó Galam nevű munkaszolgálatos vigyázott, aki valahol Ukrajnába aknaszél érte, és ennek következtében egy kicsit gagyás volt. Az ő feladata az volt, hogy a libákra vigyázzon. Egy szép nap, valamikor június közepén bejöttek a csendőrök, hajnalba vagy reggel, és bejelentették, hogy itt hipis lesz. A hipis az azt jelenti, hogy általános vizsgálat. A százados kikérette a 7 kapitóliumi libát, átvette a Tojó Galamtól, itt valahol, ahol itt a homokos rész volt, megállt, azt mondta, kapitóliumi libák, vigyázz, indulj utánam, és kiment.
a libákat. Utána mentek, mi pedig itt maradtunk csendőrökkel körülvéve. Itt ültem a homokba, tudom. Az egyik fiú azt kérdezte tőlem, akivel azt hiszem egy iskolába jártam, hogy na, azt mondja, még mindig olyan nagy magyar vagy? Mondom, hát miért kérdez? Hát látod, hogy ezek a csendőrök mit csinál? Mondom, én nem a csendőröket ismerem, mint magyarokat, hanem Ady Endrét meg József Attilát. Hát most már ez úgy hat, mint egy ilyen patetikus kijelentés, de ez teljes szívemből hittem. Addigra szóltak a csendőrök, be kellett menni a ház mögé, és ott mindent kiszóltak a hátizsákból. Azt hiszem, nem vettek el már csak egy pulóvert. Majd visszajöhettünk, csendőrök kivonultak, százados a libákkal vissza, sorakozó volt, és aztán azt mondta, hogy örüljünk, hogy itt élhetünk az ő parancsnoksága alatt, mi hadifoglyoknak számítunk, és ennek következtében itt most menetgyakorlat lesz, és a hipis után egész éjjel körbe itt a dombokon 18 kilométeres menetgyakorlatot hajtottunk végre. Itt jöttünk az úton fáradtan a 18 kilométeres gyaloglás után, és itt még föl kellett állnunk, és meghallgatnunk a százados hegyi beszédét, és aztán csak körülbelül néhány hét múlva egy levélből tudtam meg, hogy a Nusi pont aznap jött ide le, és hozott nekem cigarettát, szintén honvédet, amit kaptam tőle Budapesten is később, de a csendőrök őt elfogták. Hát nem ilyen modern laktanyákban, mint itt most van, de volt valahol egy ennél modernebb csendőr laktanya, nem tudom hol a faluba, és őt oda vitték be, és kihallgatták, elvették tőle az összes cigarettákat, és annélkül, hogy találkoztunk volna, haza kellett utaznia. Szóval úgynevezett kiképzés után, lehetett 4 vagy 5 hét, a hipis után 1-2 héttel áthoztak minket, újra gyalog ide Ostra. Ide érkeztünk meg 2 vagy 3 órai menetelés után. Este volt már, alig láttunk valamit, és itt az olvasó előtt álltunk meg. Másnap bejöttünk ide a gyárba. Életemben először voltam ilyen vasipari üzembe, a kohók, vagy csak kokillák mentek ott fönn, sisterget minden. Teljesen félelmetes volt. Most is félelmetes persze, de most egészen más hatása van ennek. Itt mi a salakot összeraktuk, borzasztóan féltem, fölraktuk kocsikba, és azután itt a sineken álló kocsikra raktuk föl, és aztán erre kitoltuk ezen a sinen, mert ide beálltak mindig az vonatok, és a másik csoport az itt rakta föl a vonatra, amely innen jött a vonat, és akkor itt megállt, itt fölraktuk, és errefelé néha nekünk kellett neki veselkedni és kitolni addig, amíg aztán a mozdony fölvette a salakot. Körülbelül 3 hetet dolgoztunk már a kohóban, amikor megjött a hír, hogy áthelyeznek minket valószínűleg Kecskemétre, és akkor a szakaszvezető, aki különben is mindenfélével üzletelt, azt mondta, hogy ő meg tudná szervezni néhányunknak, hogy följöjjünk ide a nyilvános házba, vagy ahogy ő mondta, a szöglágyítóba. Nem tudom miért, de 3-an úgy döntöttünk, hogy följövünk, és akkor ide jöttünk föl, ebbe a házba. És itt az udvaron, itt találkoztunk a lányokkal, és aztán ide, ebbe a szobába mentem én be. Ide, amiben ez a két szív van kifestve. Ide jöttünk be ebbe a szobába a rámeső lányjal. Valószínűleg nem én választottam, hanem úgy kaptam itten. Nem úgy, mint most ez a
sezlon, hanem egy ilyen rendes, régi módi sezlon volt, arrébb tolva, ahol most a gép áll. És ahogy itt levetkőztünk, és aztán történt, ami történt, azt mondtam neki, hogy tudja, vagy tudod, nem tudom, hogy tegeztem, vagy magáztam, hogy kihez hasonlítsz. Azt hiszem, Farcádi Juditnak hívják, Szabó Dezső Elsodort falu című regényébe azt az elszegényedett vidéki úrilányt, aki prostituálattá válik Pesten. Persze ezt tudni kell, hogy én akkor nagy Szabó Dezső híve, Szabó Dezső nagy híve voltam, nem is csak az Elsodort falu alapján, hanem azoknak a cikkeknek az alapján, amit ő akkora éppen megfordítva a gondolkodás módját az akkori kormány ellen írt, de a Elsodort falu is annyira szerettem, hogy később a Nusival meg is vetettem a karácsonyi vásáron 44-ben, mert akkor még árultak könyveket. Na szóval én ennek a lánynak azt mondtam, hogy ő erre emlékeztet engem, és mondtam, ha nem olvastad volna, ajánlom, hogy olvasd el teljes nagy vitással. Nem hiszem, hogy emiatt, mert ő nem tudhatta, hogy én miről beszélek, talán amiatt, mert fiatal voltam, talán amiatt, mert sajnálta okokból, amiket ő ismerhetett itt a környéken, másodszor is lefeküdt velem. Ami nem tudja, tudjátok-e, hogy a világ legnagyobb kitüntetés egy prostituáltól, mert az iratlan szabály, hogy egy úgynevezett vendéggel csak egyetlen egyszer szabad lefeküdni, másodszor nem. Mikor visszajöttünk a nyilvános házból, akkor megszomjazott a szakaszvezető, és azt mondta, itt álljunk meg, mert egyedül nem mehetünk be a körletbe, és várjuk meg, ő bement oda a kocsmába, csak a fény világított ki, kevesen voltak az utcán, és mi itt dekkoltunk, és nagyon meg voltunk ijedve, mert ugye az volt, hogy másnap tovább megyünk innen, tehát az utolsó nap, és ha pont az utolsó nap bukunk le, akkor legnagyobb zűr volt, és itt kellett várnunk legalább egy negyed órát, amíg ő megitta a maga mennyiségét, fölvett minket innen, és akkor visszamentünk a körletünkbe. Aztán másnap, mikor bementünk a gyárba, akkor jött a katonai felügyelet, és akkor mindenkinek be kellett állni és mutatni, hogy hogyan dolgozunk, és valahol itt voltunk, akkor itt raktuk föl a salakot, és Kelemen barátom akkor életében először, mintha muszáj volt neki, felemelte a lapátot és bedobott egy lapát salakot, de olyan ügyesen, hogy itt csontig végigvágta az ujjamat, ami még ma is látható a forradás jele. Szóval innen Kecskemétre mentünk, ott dolgoztunk még a Bugaci repülőteren egy vagy két hónapot, aztán Szolnokon a vasúti hidaktól hoztuk át a maradványokat, és onnan mentünk át október 14-e, 13-án Budapestre, ahol aztán újra találkoztam Nusival. Csak Charleston-nal főzheted a nő már. Charleston, a Charlestontól mindenki blőd már. 44. október 14-én itt kellett találkoznom a Nusival, mert Szolnokról akkor jöttem föl, egy napra hazajöhettem, és ő vele itt a kávéház előtt találkoztunk volna, valahol itt a téren kellett volna találkoznunk, itten valahol. Menjünk át talán oda, mert ott onnan jobban látom, hogy hol volt ez. Charlestont jár a Mussolini sokke már, Charlestont jár az eszkimós a portugál. Hey, Charleston. Találkoztunk, és kaptam 100 darab honvédet, nem tudom, azt tudjátok-e micsoda, az volt úgynevezett koporsó szeg cigaretta, az a 100 darab honvéd, amit aztán majd egészen Székesfehérváron egy napig eltartott, és itt búcsúztunk el, és beszéltük meg, hogyha szükség van, akkor a Nusi átveszi a mamámtól iratokat, amit a mamám megszerzett, és lejön vele, írni fogok, hogy hol leszek, és oda le fog értem, lejön az iratokkal együtt, és akkor majd esetleg együtt följön. Akkor már nem láttam a Nusit.
hány hónapja lehetett? Július, augusztus, szeptember, október, ötödik hónapja nem láttam akkor a Nusit. Itt találkoztuk öt hónap után először. Hát a mi osztályunkból nagyon nagy számmal voltak zsidó gyerekek, és hát minket ért az a katasztrófa, 41 márciusban egyszerre összedőlt minden. Elképesztő volt az osztály nem zsidó részének, vagy a csendes lojalitása, vagy az aktív segítőkészsége. Tehát én nem emlékszem arra vissza, hogy egyetlen egy diszonáns hangot hallottunk volna. Talán Varga Géza volt az egyetlen, akitől. De ez is egy jellemző dolog volt erre a társaságra. Különleges vasútépítő brigád voltunk, ha szabad magamat így kifejezni. Különleges azért voltunk, mert nem sokat értettünk a vasútépítéshez, de ami munka volt, azt elvégeztük. És körülbelül délelőtt ide érkeztünk, vagy kora reggel, és délelőtt ide érkeztünk Dinnyés környékére, ahol aztán kitolattak minket az egyik vágányra, és akkor furcsa jelenségek mutatkoztak, az emberek susmogtak egymást, és végül valakitől, a írnok fiútól, aki dolgozott az irodán, megtudtuk, hogy Horthy Miklós kiáltvány elhangzott a rádióban, és hogy tulajdonképpen fegyverszünet van. És akkor egész délelőtt jöttek a különböző keretesek, és magyarázták nekünk, hogy milyen jó ez, most végre megmondhatják, hogy ők hogy éreznek, hogy itt mindenki milyen demokratikusan gondolkozik. Nagyon jó elbeszélgettünk, míg aztán délután újra megszólalt a rádió, és kezdték keresni Berekfi vezérezredest, majd a hungarista indulók is megindultak. Október utolsó vasárnapja volt, már két hete csak dolgoztunk, akkor adtak pont szabadnapot. Kitoltak ide valahová, nem tudom, erre a környékre, a vagonokkal együtt, hogy a Velencei tónál megmosakodhassunk. Ugyanilyen napos idő volt, kicsit melegebb, és az az igazság, hogy Nusi, ahogy ígérte, átvette az édesanyámtól a papírokat, és lejött Dinnyésre, ahova megírtam, hogy vagyunk, és megkeresett a papírokkal. És itt ugrattam be a vízbe, úsztam néhány lét, és... De most látom, hogy tényleg valahol itt voltunk, mert ott van velünk szembe a Pákos Sukorói emlékoszlop, úgyhogy valahol itt följebb néhány száz méterrel arra vagy erre lehetett az egész, hogy megfürödtem. De persze olyan hideg volt a víz, hogy a frász tört ki, és úgy ránk a... Görcs rángatott ki a vízből, de minden esetre egy kis fürdő volt, és itt voltunk, megszárítkoztunk azért, nap egy kicsit melegebben sütött, mint ma, és csak egy-két hét múlva tudtam meg, hogy a Nusi pont akkor volt Dinnyésen, és most már másodszor hiába keresett engem, először felső hangonyban, mint meséltem, és most itt az iratokkal. Úgyhogy megint elmúlt egy lehetőség. Na ez a székesfehérvári pályaudvar, ahova Dinnyésből gyors menetbe beérkeztünk, és itt derült ki, hogy a pályaudvar tele van befulladt vagy időzített bombákkal. És hogy azt nekünk azonnal el kell kezdeni ásni egészen reggel négyig vagy ötig, amikor egy másik század jön, aki minket levált.
és tulajdonképpen nem csak a melegtől vettem le a sapkámat, hanem homonnai százados előtt is, aki itt állt, körülbelül itt mellettem, és azt mondta, hogy ő nem engedi meg, hogy 18 éves gyerekek, mert a századunkban csupa 18 évesek voltunk, hogy 18 éves gyerekek időzített bombát ássanak, mert azt csak halálra ítélt foglyok szokták ásni, akik minden bombáért, miután már a halálítéletben megkegyelmeztek nekik, és életfogytiglanra vannak elítélve, tehát minden bombáért levonnak valamit a büntetésükből. És ezt kijelentette, vigyázva vágva magát a német tisztnek, de a német tiszt azt mondta, mától fogva pedig a parancs, ami Beregfi vezérezredestől jött, már akkor az ő nevét említette, az, hogy bombát igenis nem halálra ítéltek, hanem zsidó munkaszolgálatosok ásnak ki, sőt nem érdekli, hogy hány évesek vagyunk. Úgyhogy innen elindultunk, és egész éjjel ástuk a bombát. És itt kezdtük el az ásást, és így egy ilyen gödörbe, ahol bomba kráterbe ástunk, és én csákánnyal ástam, vagy lazítottam a földet, és egyszer csak bum bele a bombába. Látjátok, nem robbant föl. Úgyhogy ez volt az egyetlen hőstettem aznap éjszakán, mert aztán értem jött a hadaklód őrmester, aki tulajdonképpen a parancsnokuk volt, egy idősebb tanárbácsi, aki valami miatt még Kecskemétről megszeretett engem, és magával vitt egész éjszaka, és az egyik csoporttól mentünk a másikig. Ő azt magyarázta, hogy ahogy Lenin mondta, ennek a világnak el kell pusztulni, egy új világ épüljön föl. Ez így történt velem, akármilyen szürrealista. És közben idegességemben az egyik cigarettát a másik után gyújtottam. Azon az éjszakán 120 darab cigarettát szívtam el, amely máig is még a rekordom. Itt dolgoztunk majdnem 4 vagy 5 hetet, és annyival meg voltak elégedve a munkánkkal valószínűleg, hogy kitüntetésképpen bejelentették, hogy most pedig elvisznek minket Hegyeshalomba, ahol a német TOT szervezet építeni kezd egy szárnyvonalat Szombathely felé, aminek az építési ideje 3 év lesz. Na hát miután én nekem elhatározott szándékom volt, hogy Németországban nem teszem be a lábam, mert ott nem ismerek senkit, abban a pillanatban, amikor este innen elindultunk, határoztam el, hogy meg fogok szökni. Ennek az alapja az volt, hogy még másik két társam is azt mondta, hogy ők leugranak a vonatról, náluk ott volt ilyen úgynevezett svejci vagy svéd menlevél, amivel Pestre akartak jutni. Én pedig miután hallottam, hogy minden Pest felé tartó fiatalember 16 éves kortól 50 éves korig, tehát férfiakat is igazoltatnak, és miután annyit hallottam egész életemben, addig, akkor életemben, hogy milyen lányos vagyok, tehát elhatároztam, hogy valahogyan női ruhát szerzek, és női ruhába fogok megszökni. Igen, nagyon helyes. Még odáig, valamikor a 44-es zivatalos időkben állítólag, ez ilyen legenda volt, női ruhában szökött meg, azt mesélik. Egyébként a csúf neve nem tudom miért ridikül volt, ami ugye franciául nevetséges jelent, hibásan a retikült, a női táskát este ridikülnek mondják, őt valamilyen ridikülnek hívtuk, becéztük, ez volt a Bece neve. Jó napot kívánok, tessék mondani, a régi vasútállomás merre találjuk? Ezen az úton tovább kifelé. Igen, és? Ezen az úton egyenesen kifelé. Nem balra, mert ott is megy egy út. Nem, egyenesen, nem benne, nem fordulnak, mert egyenesen kifelé. Jó, köszönjük szépen. Nagyon szépen.
Vasútállomás? Igen. Erre tetszik. Valahogy itt fönt van valahol. Nem tudom pontosan merre. Hát erre vissza kell menni, le a Vödörvölgy felé, és ott van egy ilyen kis ház. Jó napot kívánok! Egyébként a vasútállomás merre van? Vasútállomás! A vasútállomás merre van? Vasútállomás? Jól van én megyek! A következő különböző vagyok. A következő különböző, nem áll benne a következő. Szóval tudod, miért csinálják még ezt az utat? Ezt Boldogút, Radnóti Miklós emlékére, mint látod, már a vasútállomás sincs meg a régi. Itt írta valahol ezen a mezőn, hogy valószínűleg itt a vasútállomás környékén voltak. Erőltetett menetet. Tessék mondani a régi vasútállomás. Ez a régi vasútállomás. És hol voltak a sinek? Itt a mostanában. Itt a mostanában. Igen. Mert én itt 44-ben, pont 50 évvel ezelőtt voltam. Velünk szembe jöttek ilyen menekült vonatok. És akkor hirtelen eszembe jutott, hogy azt mondja, miután a Rót Máramarosból jött. Nem is tudom már, hogy Máramaros-szigetről vagy Munkácsról, hogy mondja azt, hogy ő is ilyen menekült vonattal jön, mint Levente sapkába, kék szemmel, szőkehajjal, és hogy utolsó pillanatban ugrottak ki az oroszok elől, és őnek is sikerült ruhát magára venni, de a nővérének vagy a hugának csak egy szál hálóinkbe kellett menekülni, és ezért neki van egy jéger nadrágja, amit én odaadtam neki, és ezért szerezzen ruhát. És akkor visszajött egy óra múlva, hozta a megbeszélt tojásokat, kekszeket, kenyeret, amit megbeszélt, mondtam, hogy sikerült, ez nagyon jó volt a mese, és adott nekem egy vászonruhát, egy fejkendőt, és más semmit, egy vászonruhát, meg egy fejkendőt. Itt van ám, aki itt született, itt hátul, a Summané. Aha. Ha azokkal beszélgessenek. Mert azok elmesélnek, miért már kicsi lettek. Aha. Ma az öreg ember is 90, majdnem 90 éves. Azok itt laktak. Uh-huh. Itt a szomszédban. Itt van egy ilyen tárgyadom, na ott van. Na most az volt a helyzet, hogy én persze azonnal elhatároztam, hogy együtt a másik két gyerekkel Győrbe le fogunk ugrani. Na, de hát ezt elképzelni sokkal könnyebb, mint megvalósítani. Úgyhogy tulajdonképpen azt hiszem mai fejjel rágondolva, hogy örültem, hogy a keretünk, akit úgy hívtak, hogy a hallgató tatár, mert ilyen tatáros kinézetele volt, és kb. Minden héten mondott egy szót, fölébredt épp, amikor Győr alá értünk, úgyhogy nem, ezért nem öltöztem fel, és nem ugrottam le, de valószínűleg ennek örültem, mert nem nagyon merte az ember megvalósítani, úgyhogy tovább mentem Hegyeshalom felé, ahol már vártak minket a német vasútépítő szervezet emberei, a TOT szervezet emberei. Guten Morgen! Mondta a TOT szervezet embere. Sie haben, meine Herren, Sie kommen aus. Erre lejöttünk. Itt voltunk Hegyeshalmon, megnyugodtam, hogy legalább még Magyarországon voltunk. Elindultunk az egész század, és megtudtuk, hogy arra felé valahol föl fogjuk építeni, elkezdjük építeni a Szombathely felé tartó szárnyvonalat három évi időtartamra. Két hete belóztunk itt már a sinekkel,
Úgyhogy elhatároztam, hogy ma muszáj megszökni. Szóltam barátomnak, a Csicskásnak, hogy vegye meg a jegyet. Egyban Gyurival elcseréltük a ruhát. Én odaadtam az én ruhámat, amit szökésre hoztam magammal. Ő adta édesanyja Berliner kendőjét. És még vizet is találtam, meleg vizet, ez nagy szó. Jaj. Ez volt a döntő jel arra. Drága mozdonyvezető úr, kaphatok egy kis meleg vizet. Köszönöm nagyon szépen. Háj, ez nagy dolog. Ez volt a mosakodás egyetlen valódi lehetőség. Jaj, de finom meleg víz. Egyszer nem hidegben lemosakodtam, levetkőztem derékig, lemosakodtam itt a mozdonynál. Bementem a vagomba, és akkor ide tettem hadzsebkendőt, átkötöttem a sállal, fölvettem a ruhát, fölvettem a kendőt a fejemre, és fölvettem magamra a Berliner kendőt. Egybaum Gyuri átöltözött az én ruhámba, találkoztunk a Csicskással, ez az átkozott ember, ez megijedt utolsó pillanatban, és rendelt jegyet, de már úgy döntöttük, hogy most már minden mindegy, fölültünk a vonatra. Amikor megállt a vonat, akkor hagytam, hogy mindenki más leszálljon valahogy, úgy éreztem, hogy nekem még itt kéne maradni, persze valószínűleg féltem. Ez már nagy hiba volt, ez volt az első nagy hiba, hogy ahelyett, hogy a többiekkel mentem volna, megvártam, de fáztam is egy kicsit, jó begombolkoztam, és úgy döntöttem, hogy most már muszáj leszállnom. És akkor elindultam kifelé, nem tudom, merre menjek, inkább erre mentem, nem láttam senkit. És akkor itt lejöttem, és először életemben voltam Győrbe, és elindultam erre felé, hogy hát ha itt keresztül lehet menni, és akkor itt állt egy rendőr, és azt mondta, hogy arra kell menni, mert itt aluljáró volt. Ez volt a második hiba, hogy én nem tudtam, hogy Győrbe aluljáró van, úgyhogy akkor elindultam, azt megköszöntem neki, és elindultam az aluljáróban. És akkor a rendőr meg jött utána, de én úgy csináltam, mint aki nem vesz róla tudomást, és mentem, és valahol itt, amikor leértünk, akkor megszólított, és azt mondta, hogy hova megy a kisasszony. Mondom, Győrbe! Azt mondja, és honnan jön? Mondom, Kisoroszlyból! Mert nem mentem azt mondani, hogy Hegyeshalomról, mert azt hittem, a határól jön az ember, akkor az gyanús. És hova megy Győrbe? Mondom, a nagynénémhez, aki itt lakik, Győrbe! És ebben a pillanatban itt szembe jött két apáca, és engem kísért ott, ahol most ezek jönnek, és hogy elmentek mellettem, teljes megriadtsággal néztek rám, hogy mi a csuda van, miért kísér egy fiatal lányt egy rendőr. És akkor itt fölmentünk, csak mentem, és mindenkitől vártam, néztem az embereket, és igyekeztem nem tudomásul venni a dolgot, és itt az állomásfőnökség, tessék. És ide bementünk. Ahol most nem tudom mi van, valahol itt vagy ott, nem tudom melyikben mondjuk, megcsináljuk ezt. Ugye itt voltam. Igen, állomásfőnök, helyettes állomásfőnök. Ide jöttünk be. És akkor a rendőr behívatta az állomásfőnököt is, meg a német állomásfőnököt, és azt mondta, hogy vegye le a kendőt, és akkor itt álltam persze egyszerű kisfiúként, és akkor kérdezte, hogy honnan jött magam, és akkor vigyázba vágtam magam, és mondtam, hogy ez 113/1-es munkaszolgálat volt, és a német körüljárt engem, és elkezdett röhögni, és mondta, hogy
Sie spielen ganz gut, nagyon jól játssza a dolgot. És akkor már tudtam, hogy lebuktam. És akkor azt mondták, hogy na, akkor megyünk a rendőrségre. A régi rendőrségre hoztak be, azután, hogy a pályaudvaron elkaptak, és itt mentünk föl. Felhoztak a fogdába, egy teljesen kopasz törzsőrmester ült velem szembe, fölvette az adataimat, közben végignézett engem női ruhába, rám nézett, s azt mondta, szerencsétlen faj gyermeke, és átadott nekem nem egy, hanem két takarót. És ezzel a két takaróval mentem be, vagy kísértek be a fogdába. De jól esett a pokróc. Jó meleg lett, átmelegettem egy 15 perc alatt megpróbáltam aludni, de nem tudtam, nem tudtam. Hogy lehettem ilyen marha? Nem öltöztem volna a női ruhába, most nem fognak el. Szerencsétlen faj gyermeke, hogy a rendőr mondta. Mit csinálják? Nem fogom kivárni, amit kivégeznek. Valamit ki kell találni, valahonnan kell szerezni valamilyen eszközt, amivel végzek magammal, amire ezek megtalálnak, elhatároztam. De addig egy kicsit aludni próbálok. Megpróbálok aludni. Ja, jó meleg volt. Megyünk tovább a katonasághoz. A kiskatona átvitt a fogdába, kinyitotta az ajtót, megállt a nyitott ajtóba, és elkiabálta magát. Ébresztő fiúk, kezdődik a nász éjszaka, megjött a mennyasszony. Itt két prics volt. Az egyiken egy öröm katona aludt, akiről megtudtam, hogy Budapesten volt munkaszolgálatos, szabadságot kapott, addig járkált, míg beleütközött egy SS őrbe. A másik pricsen egy fiú feküdt, aki a bóri meletből maradt le, egy pajtába. Ő azt mondta 40-en, de lehet, hogy csak 10 vagy 20-an összeverték, és ott hagyták, úgyhogy a záróizma elszakadt a végbelénél, a fejéből nem tudta levenni a sapkát, mert véres volt, de ő alatta, ő neki volt egy pokróca, és ő beengedett a pokróc alá. Behoztak egy kisköpcös alakot, az úgynevezett Harisnya gyárost, így hívtuk, mert azzal dicsekedett, hogy Pesten neki Harisnya gyára van, és ő pedig lemaradt egy menetből, amelyik ment Németország felé. Kinyílt az ajtó, és bejött egy szuronyos katona. És azt mondta, hogy na gyerekek, indulunk. És akkor én fölkeltem, és azt hittem, hogy na most visznek engem. És elindultam feléje, és erő azt mondta, hogy nem csak maga, mind a hárman. Illetve négyen. Erre én nem értettem a dolgot, és erre elmondta, hogy arról van szó, hogy a laktanya parancsnok úgy döntött, hogy itt nem fogadnak minket, átküldenek a Moson-Magyaróvári állomás parancsnokságra, és onnan újra elküldenek minket Németországba.
Hát ebben a pillanatban, mintha a szférák zenéje szólt volna meg, szólalt volna meg, én tudtam, hogy valahogy majd elmegyek a századhoz, újra átöltözöm, újra megszököm, minden esetre élünk, és elindultunk ki, két szuronyos katona kíséretével a győri állomásra, hogy elmenjünk Magyaróvárra. Itt a városháza mellett volt az állomásparancsnokság, ahova a keretünk fölment, hogy átadjon bennünket. Amikor megjött vissza a keretes, és jelentette nekünk, hogy az itteni állomásparancsnok azt mondta, hogy nem lehet kiküldeni Németországba munkaerőt, ami Magyarországon is szükség volt rá, és megyünk vissza Győrbe. Hát ez volt aztán a legjobb hír, úgyhogy akkor innen elindultunk visszafelé az úton, és mentünk vissza Moson-Magyaróvára. Itt jöttünk, az örömkatona, a harisnyagyáros, a szegény összevert újságíró, és én, női ruhába, és mellettünk szuronyos katona. Itt jöttünk, és a sarokra értünk ide, a forgalmat itt irányította a német tábori csendőr, meglátott engem női ruhába, és leállította az egész forgalmat. És oda jött hozzám, és az egész háborús forgalom állt addig, amíg meg nem nézett engem előről, hátulról, le kellett vennem a kendőt, meg kellett mutatnom magamat. Azt mondta, hogy bráve kell, ezzel 3 percet megállítottam a teljes nyugat-magyarországi és ausztriai forgalmat, ez volt a nagy ellenállási tettem. Majd mentünk tovább a katonai parancsnokság felé. Itt jöttünk a kertek alatt az állomásról, mikor megérkeztünk. És aztán, amikor megjött a jó hír, hogy visszamehetünk Győrbe, akkor ugyanitt jöttünk visszafelé. És ahogy jöttünk így visszafelé, egyszer csak akkor felfedeztük, hogy itt van egy kocsma, amit ma büfének hívnak. És én annyira örültem, hogy fölajánlottam a 100 pengőmet arra, hogy megvendégelek bárkit, sőt még a harisnyagyárosnak, aki azt mondta, hogy neki almára van szüksége, vettem 1 kiló almát, amit később azzal állált meg, hogy mikor pénze lett, akkor vett 1 kiló szalonnát, amit elzárta, zárható aktatáskába, de ezt én fölnyitottam. Egy dóttal is megettem a szalonna felét, és visszazártam, azt sem tudtam, mi történt. Na, de ez egy későbbi történt, bementünk, ettünk egy pörköltöt, még a keretnek is én fizettem a pörköltöt, az egész százasom elment, nagyon jó hangulatban voltunk. Na szóval a néni kijött, és a karján volt egy nadrág, meg egy zakó, és azt mondta, hogy ő át szeretné ezt nekem adni, mert ilyen hidegben én itt egy női ruhába megyek, ami egy vászon ruha, meg fogok fagyni, és ő látott már engem, is szeretné odaadni. Mi azt mondta a keret, hogy nénikém azt nem veheti föl. És a nénike majdnem elkezdett sírni, hogy de hát értse meg, hát meg fog fagyni ez a gyerek, hát miért nem vehetné föl? Azt mondta, nénikém, mondta keret, maga félreértett engem. Én nem azt mondtam, hogy nem veheti át, én azt mondtam, hogy nem veheti fel, mert én női ruhába vettem át, akkor női ruhába kell visszaadnom, különben függelemsértő. Ezt a nénit, néni, hát Istenem, mennyi lehetett nálam, a mostani nálam minimum 20-25 éve fiatalabb volt a néni, és nem tudom, hogy hogy hívták. A szép a dologban az, hogy ezt úgy éreztem később, meg akkor is, mikor utána gondoltam, mintha Nusi szelleme lett volna, mert a dologhoz hozzátartozik, hogy Nusi itt született Magyaróváron. Azt hittem, már elfelejtettem. Az ilyen kis angyalkákat nem szokásom elfelejteni.
idehoztak minket az Oncsa házakhoz, amik persze akkor még nem voltak belakva, mert akkor így készültek el, és üresen álltak, és több, két vagy három ilyen munkaszolgálatos század lakott itt a házakba benn, akkor írták össze egy jegyzékre, hogy ki fölküld valakit, a Zsemle százados, aki parancsnoka volt az egész egységnek, Pestre a svejci menlevélér, amit a cionisták állítottak ki, és mikor visszajöttek, minket is utolsó pillanatra fölvettek rá, és reméltem, hogy ezzel följött jutni Pestre, és akkor már minden rendben van, de a cionisták azt mondták, hogy minden században van legalább néhány 10% kikeresztelkedett, azoknak ők nem adnak mellevelet, de ezt nem keresik, hogy ki, hanem az elejéről kihúznak egyet, és a végéről négyet, ötöt, hát ebbe beleestem. Úgyhogy itt elkezdődött az élet, és jött az őrmester, és azt mondta, körülnézett rajtunk, és azt mondta, hogy álljon ki az a hazáruló. Hát ezt tudtam, hogy én voltam, kiálltam. Azt mondja, mondd fiam, tudod te, hogy mit tettél te a hazáddal? Mondom, alánsa jelentem, nem pontosan, mert tudtam, hogy ez így okosan. Na majd én elmagyarázom neked. Mondd fiam, mi a neked a te hazád? Alánsa jelentem, sokat jelent. Nem azt kérdeztem, mi neked a hazád? Na majd én megmondom, a te hazád, a te anyád, érted? Alánsa jelentem, értettem. Na most már megkérdem tőled. Fényes nappal, a nagy körút kezepén, szájba basználta a kedves édes anyádat? Alánsa jelentem, soha. Na látod, ezt tettette a hazáddal. Megértetted? Megértette. Visszalépett, visszaléptem. És ebben nem az a gyönyörű a maga az anekdóta, hanem az, hogy ez az őrmester mindazok után, ami történt, hogy kivégeznek, nem végeznek ki, elfognak árulóba, ő halálosan komolyan vette, hogy engem meg kell tanítani hazaszeretetre. Dolgoztunk, és Zsemle százados megengedte, hogy újra felmenjenek Pestre, svejci mellevérén, és akkor berekerültünk. Akkor egy este innen elindultunk a keleti pályaudvar felé. Itt ültünk mi a váróteremben, és a német öreg katona itt a párkányon megkent egy kenyeret, vajjal, vagy talán csak margarinnal, és megszórta kristálycukorra. Úgy nézhettem arra a kenyérre, hogy a német észrevette, és megkérdezte, hogy akarok-e. És miután beszéltem németül, válaszoltam neki németül, és akkor odahívott, és én fölkeltem, és nem mert semmit szólni az őrség, mert ők nem tudtak németül, és nagyon imponált nekik, hogy én tudok beszélni ezzel a némettel, és megfogtam a kenyeret, és elkezdtem enni, és ettem mohón, és közben a német bácsi, nekem akkor bácsi volt 41 éves, csak folyton panaszkodott, hogy ő neki reumája van, neki itt ezeket a vonatokat kell kísérni, és a fia eltűnt Oroszországba, a veje, a lányának a férje Franciaországból nem ír most már hónapok óta, és ezt nem bírja tovább, és hogy bírja ezt, és akkor én begyűrtem az utolsó falat, és azt mondta, hogy bácsikám, ne izguljon. Maguk ezt a háborút most már 2-3 hónapon belül elvesztik, hát nem lesz itt semmi baj. Én rám nézett, és azt mondta, hogy biztos ebbe maga? Mondom, egész biztos. És hát fogta a másik kenyeret, megkente, megszórta cukorral, és ideadta. Hát akkor egye ezt is meg, és erre megettem. Milyen érdekes. Vesz, doktor, ez minden órában táncol? Igen. Táncol. Ide érkeztünk meg, körülbelül 1 vagy 2 órakor, és itt dekkoltunk. Jó meleg volt benne a váróteremben, aránylag sok-sok ember.
kijárási tilalom, úgyhogy nem lehetett kimenni. Úgyhogy amikor hajnalban körülbelül olyan 7 óra lehetett, 6-7 óra, világosodott, és mondták, hogy a nyilasok jönnek, és mindenkit igazoltatnak, akkor a trencskót összehúztam, levettem a sárga karszallagot, és egy barátommal, aki szintén velem együtt akart eljönni, elindultunk ki az embereken keresztül. Itt persze sokkal többen voltak. Itt még kicsit féltem. Megláttam az első kijáratot, és azonnal kimentem másokkal együtt. Mindenki ment a városba, mintha nem is háború lenne. Én gyorsan indultam, mert tudtam, hogy itt valahol kell menni a villamosnak. Ha jól emlékszem, 28-as volt, amelyik a Bethlen Gábor utcába egészen elvitt a Nusiig, a Székely Bertalan utcába. A legjobban attól féltem, hogy nem tudtam, hogy közben nem változott meg a jegyeknek az ára. Mindenesetre kikészítettem a pénzt. Itt a trolli, de ott van még a villamos helye. Gyere, nézd meg, itt ment a villamos. Még megvan a helye, látod? Itt mentünk. Azt a dalt énekeltük egymásnak halkan, amit még felső hangon a bevonulások után tanultunk a kerettől, és amivel a falukon át kellett vonulni az ő kérésükre, és ami körülbelül úgy szól, Jóska, ha kimegyünk planírozni, korán reggel elkezded a néped baszni, állandóan jártatod a nagypofádat, Jóska, hogy baszd meg az anyádat, Jóska, minek jöttél a világra, maradtál volna a kedves anyádba, de ha már onnan kijöttél, hű de marhára sikerültél, Jóska, ha te rólad kiderülne, hogy a faszod tompára van köszörülve, bedugnának téged is egy zsészázadba, Jóska, de ki lenne veled baszva. Jó napokat kívánok! Tetszik ismerni valakit, aki még itt lakott régen a háború alatt, aki még itt lakik? Nincs, ugye? Háború alatt? Hát én például olyan vagyok, aki itt laktam a háború alatt, véletlenül. Ő talán, azt hiszem, hogy igen. Igen? Hogy hiányzik? Nem biztos, hogy engem megkapózzam. Jó. Koszosan fáradtam. Mindannyian koszosak is fáradtak. Nem, mert én itt voltam ebben a lakásban. Tényleg? Itt, az a világban tetszett lakni? Hát nem, én nem laktam, engem itt bújtattak. Itt ja, bújtatták akkor. Hányad is kértem, nem sütő van szerencső? Tessé? Nem sütő ez van szerencső? Nem sütő ez van? Nem, Herskó. Hogy? Herskó. Van szerencső? Látod, vagy tévébe, vagy ilyesmi. Tévébe. Ötödik körülbelül, igen, a Roosevelt kérni. Már többször találkoztunk. Csak nem ilyen csapzottan. Szervusz, Nusi. Bejöttem, gyorsan levetkőztem, ledobtam kabátomat, mindent. Előrejöttem, és mint önkéntel, mint egy jó férj, kitettem az összes pénzemet, azt hiszem volt 4 vagy 5 pengő, és a Nusi rám nézett, és azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy, csak egy baj van, hogy vendégem van. És abban a pillanatban tanultam meg, hogy mi a féltékenység. Ezt úgy értettem abban az időben, hogy vendége volt egy nőnek, az azt jelenti, hogy férfi van nála. Én gondolkodás nélkül felszedtem az összes pénzt, visszadugtam a zsebembe, indultam ki, vettem a kalapot, vagy a sapkát, a kabátot, és akkor rám szólt a Nusi, most mi baj van?
Hát mondod, hogy vendéged van. Szóval igen, itt van egy öreg zsidó néni, akit itt bújtatok. Úgyhogy én megint megszégyenültem, de akkor megtanultam, hogy a féltékenység ez olyan dolog, hogy az ember gondolkodás nélkül visszamegy az utcára, a nyilasok közé. Semmi nem számít. Az első dolgunk az volt, hogy rejtek helyet kerestünk. Itt egy nagyobb kredenc volt, aminek az aljába belefértem. Itt látjátok, van egy fürdőszobaszerűség, ez volt a spejz. Ajtóval be lehetett csukni, de akkor üveg volt az ablak. És a harmadik, a végleges rejtekhely, az itt volt. Ilyen jól, azt hiszem, ilyen szempontból, szóval szerelmi szempontból, hogy megint finom legyek, életemben nem éltem, mert más de dolgom nem volt, csak feküdni és várni a nusit, hogy hozzon élelmet és hozza magát. Persze a helyzet állandóan veszélyes volt, mert bárki jöhetett, és egy nap a Zsuzsi, vagy a Nusi még haza se érkezett, amikor a nyilasok elfoglalták a házat, bejöttek és razzia volt. És akkor a megbeszélés szerint én beágyaztam gyorsan ezt a diványt, és bebújtam ide az előzőleg említett divány alatt, úgy, hogy a hátamon volt az egész divány, le volt takarva egy takaróval, és engem meg kicsit rázott a hideg, úgyhogy attól féltem, hogy az egész divány mozogni fog, és akkor azt láttam csak kinézve, hogy bejön a csizma, a nyilas a csizmával, körülnéz, nem lát semmit, és aztán még volt annyi pofája, ide leült rám, és megpróbálta a dolgot, de hál' Istennek kiment, szóval a szekrény tetején is voltak könyvek, és többek között találtam egy régi, század elejé szakácskönyvet. Abban minden madeira borral volt, nem tudom milyen csokoládéval, svejcival persze, és azt olvasgattam, mi alatt vártam a nusit, hogy valahonnan hoz ennivalót, és többször előfordult, hogy elaludtam, vagy félig elájultam, és már ettem dolgokat, amiket ebben olvastam, vagy ahhoz hasonlókat, és mindig arra ébredtem persze föl, hogy a számba persze semmi sincs, csak éhes vagyok. Úgyhogy a Nusi nagy nehezen szerzett ezt-azt, és még nekem, ahogy meséltem, megvetettem vele Szabó Dezső elsodott faluját a karácsonyi könyvásáron, vagy a könyvásár után, és azt olvastam, amíg vártam rá. És aztán egy szép napon már nem volt semmi ennivaló, és akkor azt mondta valaki, hogy itt a következő utcába, nem is tudom, hogy hívják, szóval nem a Szinyei Merse, hanem arra felé, a MÁV kórház felé a következő utcába, van, az egyik házban van egy pék, házmester, aki még süt. És a Nusi elindult, és átment, és mikor odaért, akkor kiderült, hogy átkerült a fronton. És azt mondták neki, hogy most már maradjon, itt várja meg, hát ez csak egy utca, egy nap alatt az oroszok. De ő azt mondta, hogy én itt akkor ijedtem be, vagy nem tudja, mi fog velem történni, és az orosz katonával megbeszélték, hogy nem lő, és akkor elindult, akkor a német lőtt, akkor lehasalt, akkor az orosz fölötte lőtt, hogy a német, és átkúszott vissza a vonalon. És elhozta a kenyeret. De aztán az oroszok elérték a Dunapartot, és akkor elmentünk hozzám az Akadémia utcába. És ott voltunk elváltva, hol itt, hol ott, attól függ, hogy milyen volt a helyzet. Egészen addig, amíg én be nem iratkoztam a akkori Gertler féle fős, vagy színi is, nem színi, hanem filmiskolába, és ahol megismertem Annát, a mostani feleségemet, ami miatt a szakítás a Nusival történt, szegény Nusi a Roosevelt téren, ahol most a szálloda van, az átrium, ott állt meg a kettes villamos, és ott álltunk, emlékszem, hóbuckák voltunk, 46 telén,
És oda egyszer csak előugrott az egyik hóbucka mögül a Nusi, és azt mondta az Annának, hogy mit akar maga az én vőlegényemtől. Na most aztán háború után a Nusi ide költözött. Valószínűleg a Konecsniék szerezték neki a lakást, és itt követtem el életem egyik sötét tettét, mert mikor már megszűnt a kapcsolatunk a Nusival, ő lehet, hogy én adtam oda neki, lehet, hogy ő csak elvitte a mamám ékszerét, persze nem sok volt, de szükségem volt rá, mert az Annának, a feleségemnek, akik akkor születésnapjára akartam venni, lehetett kapni a Rákóczi úton, ott a főiskola bejárata mellett valahol volt egy optikus, és az árult egy 16-os kamerát. Szóval annyit ért az egész, hogy egy nagyon jó optikájú, de egy ilyen vas doboz volt az egész kamera. Arról meg is van a filmünk, amit csináltunk azzal egymásról, mert azon a nyáron 46-ban. Úgyhogy ide jöttem, és nem volt, el akartam kérni tőle, de nem volt itthon, de nyitva volt az ajtó. Bementem, és megtaláltam a ruhás szekrénybe, és elhoztam. Ez minden órában táncol? Igen.